A Mohácsi csata közeledő 500 éves évfordulójának az előkészületeit próbáltam körvonalazni. Ez a, én főleg a Nemzeti Örökség Intézetének a munkatársaként voltam ebben a projektben érintett, és ennek a feladatait körvonalaztam a VMTDK közönsége számára. Mi is az alapvető probléma? Van egy történelmi esemény. Ez egy elég fix dolog, 1526. augusztus 29-én történt egy csata. Itt a keresztény seregek katasztrofális vereséget szenvedtek az oszmán támadókkal szembe. Ugye alapvetően tudjuk, hogy nagyjából hol történt, most abba nem menjünk bele, hogy pontosan hol történt, ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. Illetve azt is tudjuk, hogy nagyjából kik vettek része, nem is mindenkit személy szerint, és azt is tudjuk, hogy mi ennek a csatának a jelentősége. Szóval van ennek egy ilyen nagyon jól körülhatárolható történelmi esemény része, van ennek egy történelmi emlékezete, ami az elmúlt 500 esztendőben épül, irodalmi, hát mindenféle egyéb emlékezeti médiumokon keresztül, és ennek lesz 2026. augusztus 29-én egy emlék alkalma, egy eseménye, meg egyáltalán megérkezünk a jelenbe, és kezdenünk el valamit ezzel a Mohácssal, amit úgy tűnik, hogy sem lenyelni, sem kiköpti nem tudunk 500 éve. És miért nem tudunk? Hát nyilván nem azért, mert volt egy 3 órás történelmi esemény, nagyon sok 3 órás történelmi eseményt fel tudnánk sorolni, amit már sikerült lenyelni vagy kikötni, de valahogy ezt, noha jelentős csatáról van szó a korban, de nem kiemelkedően jelentős csatáról, hiszen Magyar király más csatatéren is halt meg, Magyarországot máskor is legyőzte már az oszmán hadsereg több alkalommal ezelőtt, de mégis valahogy ez a Mohács lett olyan jelentőségű. Miért? Valószínűleg azért, mert utána szakadt 3 része az ország, és nem 1396 után, és nem 1440 után, hanem pont 1526 után, és ennek okai között jó rész felfedezhető az, hogy a magyar király mellett a magyar politikai elit körülbelül fele is a csatatéren maradt. Természetesen a történelmi esemény sem áll önmagában, hanem van ennek valamiféle előzménye, van ennek valamiféle következménye, és mi, akik emlékezünk erre, mi, akik értelmezzük ezt, akár történészek, akár érdeklődők, valamiféleképpen megpróbáljuk megmagyarázni ezt az eseményt. Nyilván retrospektíve, ahogy az előző előadásokban is hallottuk, hogy van ennek egy ilyen múltba tekintő jellege, nyilvánvalóan. Másfelől pedig van egy ilyen okokozati kérdésünk, ugye, hogy miért történt meg a Mohács, és akkor azt látjuk, hogy van ennek valamiféle előzménye, például 1521-ben elesik Nándorfehérvár, vagy Belgrád, és utána kinyílik a magyar királyság déli határvonala, sorra elvesznek a végvárak, amint ezen a térképen is látszik talán, jó, lehet nem nagy felbontású, hogy az 1520-as években itt elég sok kulcs vár elveszik, és aztán 1526-ban tulajdonképpen nyitva van a déli határ, és itt tud felvonulni az oszmán hadsereg. Mi következik ebből? Vagy milyen magyarázatokat tudunk erre gyártani? Hát nyilván legkézenfekvőbb az, hogy az a politikai elit, az a magyar királyság, amelyik az 1520-as években megérkezik ebbe a helyzetbe, az alkalmatlan. Vagy azt is mondhatjuk, hogy ez az oszmán birodalom ekkora olyan szintű erőnyfölényre tett szert a keleti, illetve afrikai hódításai következményeként, amelyek megháromszorozták a saját erejét, és ezáltal tulajdonképpen ez a Mohács, ez már előre le volt boxolva, és ide egy olyan szultáni hadsereg érkezett meg 1526-ban, amit nem lehetett feltartóztatni. Tehát itt versengenek bizonyos narratívák, és ugye a történelmi emlékezetünkben ezek mind-mind helyet kapnak, és tulajdonképpen az a kérdés, hogy 2026-ban melyik lesz a domináns. Úgyhogy egy kicsit most azt próbálom majd körüljárni, hogy a Nemzeti Örökség Intézetének Mohács 500 projektjében mi az a 4 komponens, amit ehhez a történelmi emlékezethez, vagy ennek a akár revideálásához, akár megalkotásához mi zászlós hajóként próbálunk koordinálni. Ugye alapvetően van itt egy olyan problémánk, hogy a történészek nem csak ülnek a babérjaikon és az elefántcsontornyukban, hanem próbálnak mindig valamiféle újabb, hát nyilván őket is ezért fizetik, szóval valamiféle újabb tudományos eredményeket elérni, és ennek kapcsán az elmúlt 3 évtizedben elindult a Jagellókor újraértékelése, ami alatt most nagyjából higgyék el, hogy csak annyit kell érteni, hogy a jagellókat elkezdték
hát szóval helyén kezelni. Megnézték az ő gazdasági eredményeiket, újranézték az ő törvényalkotási mechanizmusaikat, belpolitikai tevékenységüket, és kiderült, hogy a jogellók Mátyás után hát nem egy ilyen félnótás idióták voltak, ahogy a korábbi szakirodalom, illetve történelmi emlékezet kezelte őket, a dicső és utolsó nemzeti Mátyás király után ezek az idegen lengyel, illetve cseh uralkodók, akiknek az első alakja, a második Ulászló, ugye, mint Dobzse László, mindenre csak igent mondott, úgy tűnik, hogy azért itt a királyi hatalom koránt sem tört meg, hanem nagyon erősen fel tudtak ők is lépni belpolitikai és külpolitikai szintéren is. Tehát itt továbbra is egy jelentős középhatalom a magyar királyság ebben a korszakban. Aztán ugye megint nagy kérdés, hogy hol volt a csata, hiszen van Mohács mellette sátorhelyi emlékmű, amit nagyon sokáig azt gondolták, hogy ott volt a csata, hiszen ott találtak 5 darab tömegsírt. Na most az orvosantropológiai vizsgálatok nyomán, erről kicsit majd bővebben, az körvonalazódik, hogy tulajdonképpen ez nem a csata volt, hanem inkább a második oszmán tábor, és akik oda eltemetésre kerültek, azok nem a csatában haltak meg, hanem utána végezték ki őket. Tehát van egy ilyenfajta nagyon aktív kérdés, hogy akkor mégis hol volt a csata. Több megközelítés verseng egymás mellett. Ami talán a legmeggyőzőbb, azok a régészeti leletek, akik viszonylag nagy lövedékkoncentrációt találtak Majs és udvar határában, tehát úgy tűnik, hogy a csatának is egy új helyszínt kell találni, vagy új helyszínek körvonalazódik. És hát nyilvánvalóan ezek nem konfliktusmentes tudományos eredmények, hiszen nagyon nagy tétje van, ugye már csak azért is, mert hogy ezzel a Mohácssal kezdeni kell valamit, hiszen minden egyes politikai kurzus, vagy ideológiai fordulat megpróbálta maga megmagyarázni, hogy mi volt ez a Mohács. Az alkalmatlan nemesek, az alkalmatlan uralkodók, vagy a Európa cserbenhagyása. Tehát mindig van Mohácsnak egy olyan szimbolikus érték, amitől nem csak a történeti emlékezetnek egy szakmai tétjét képzi, hanem politikai tétjét, és akkor innentől kezdve mindig egy hot topic-ká válik. És akkor van ez a Nemzeti Örökség Intézete, most az időrövidsége miatt ezt nem akarom bemutatni, amely 4 komponensre koncentrál itt a 26-os emlékév kapcsán. Az egyik az az újratemetés. Tehát, hogy van egy olyan célja az intézetnek, hogy ezeket a csata után kivégzett embereket valami módon, miután belehányták őket 5 darab tömegsírba, valamiféle módon újra kéne temetni, vagy el kellene temetni végre. Hogyan kéne őket eltemetni? Ugye itt ez az alapvető kérdés. Úgy kellene őket eltemetni, hogy az ő 16. század elejé milliójükhöz, például, hogy keresztények voltak, illik. És akkor ennek további kérdése, hogy hol kell őket eltemetni. Hát nyilván adott az, hogy a sátorhelyi emlékhelyen legyenek eltemetve, de hát mégsem lehet őket visszatemetni a tömegsírokba. Úgyhogy az az alapvető koncepció az emlékhely átalakítása kapcsán, hogy épüljön egy kápolna altemplommal, és egyfajta ilyen katakomba fülkés temetkezéssel ezeket a tömegsírban fellelt leleteket helyezzék végső nyugalomra. Ugye az újratemetés ad egy nagyon izgalmas tudományos lehetőséget, hogy régészeknek ki kellett ezeket a csontokat emelni. Na most nem csak kiemelték ezeket a csontokat, hanem a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszékének kutatócsoportja el is vitte Szegedre, hogy laboros vizsgálatok alá vesse őket, és akkor úgy képzeljék el, mint a Doktor Csont című filmsorozatban, hogy ezek igazságügyi szakértők, akik azt vizsgálják, mint már említettem, hogy hogyan haltak meg ezek a személyek, és akkor ennek kapcsán érnek el olyan, hát tulajdonképpen egészen fantasztikusan új tudományos eredményeket, mint hogy úgy tűnik, hogy a legtöbben azáltal haltak meg, vagy a kivégzésre utaló jel, hogy a nyakszirtjükön találtak vágásokat, amiket elég valószínűleg, hogy a csatában szenvedtek volna el, ráadásul nagyon egyenvágásnak tűnik, ha szabad így fogalmazni, tehát valószínű, hogy kivégzésre utal. Tehát ilyenfajta forradalmi felfedezésekre jutnak a szegedi kollégák, és emellett pedig hát a csontok nagyon sok mindenre adnak lehetőséget, ez abszolút nem az én tisztem, hogy beszéljek róla, de például a kor betegségeinek feltérképezése. Szóval egy olyan fajta új forrás, amit talán nem is reméltek akár a történészek, hogy előkerül. Köszönöm. Nyilván itt nagyon röviden, hogy az emlékhely kérdés. Ugye látják itt a Mohács melletti emlékhelyet, ami talán most leginkább
Star Warsból ismert Millennium Falconra utal. Ez egy nagyon terhelt emlékhely, amit most biztos, hogy nem fogok részletezni. Középen találhatóak a tömegsírok, és az a terv, hogy akkor kerüljön ide egy kápolna, és akkor kerüljön át valahogy a fókusz erről a nagyon furcsa épületről, egy kicsit így errefelé, és akkor legyen egy ilyen fajta kegyeleti tér. Na igen ám, de hogy ez az emlékhely, ez működik, és nem csak úgy működik, mint a tömegsírok helye, hanem úgy is működik, mint egyfajta közösségi tér, a közösségi emlékezetnek a tere, és ez a kérdés, hogy akkor hogyan lehet, vagy melyik legyen, emlékhely vagy közösségi tér. Mi az Örökség Intézetében azt mondjuk, hogy legyen és. Legyen egyszerre, hiszen mit ér az emlékezet, hogyha nem közösségi. És akkor hogyan fogjuk tudni az új eredményeket ugye diszeminálni? Mert megint csak az, hogyha új eredményeket érünk el, az önmagában nagyon jó, nagyon szép, de ebből nem lesz túl nagy társadalmi értéke. Akkor azonban igen, hogyha ezt az oktatásba tudjuk minél gyorsabban beépíteni, és itt most nem fogom tudni ezeket, pedig nagyon izgalmasak, ezeket a sztereotípiákat a jogellókorról, illetve a Mohácsi csata kapcsán lerombolni, de hogy tulajdonképpen ez lenne a cél, emlékezett pedagógiai cél, hogy a tananyagba és a tananyag mellett ezt kiegészítő szabadidős foglalkozásokban, akár képregény, film, vagy valamiféle olyan médiumra kiterjeszteni, amely a mai generáció számára, vagy mai generációk számára releváns lehet. Ezt nem mi akarjuk megmondani, mert akkor olyan lesz, amilyen, hanem azt szeretnénk, hogy ez legyen egy közös munka. Tehát, hogy egyfajta adaptív emlékezetet építeni az emlékezet pedagógia kapcsán. És amiért részint itt vagyok, mert Mohács az nem csupán a magyarság tragédiája, vagy a szélesebb szempontból vett magyarság tragédiája, hanem ennek van egy regionális jellege, ugye? Tehát, hogy azt látjuk, hogy egyrészt minden egyes népnek a környéken megvan a maga Mohácsa, Rigó mezeje, Udbinája, vagy egyéb csatája, és ez ráadásul Mohácsnál sem a magyarság hősies védekezése volt az Oszmán Birodalommal szemben, hanem bizony egy erősen koalíciós jellegű keresztény sereg áll szemben, akik a különböző európai, és akkor befejezem, köszönöm szépen, különböző európai, hát ugye ma nemzetek, de hogy népelemekből összeállt, egyébként is regionális jellegű Jagelló királyságnak a seregét képezték, és hát nyilvánvalóan ez az emlékezetnek is, az emlékezet történetnek is fókuszba kell helyezni azt, hogy ez nem két mai nemzet összefeszüléseként értelmezhető, hanem egy sokkal tágabban vett regionális jellegű konfliktusként. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet.